Köszöntöm a Kölcsei Televízió nézőit, önök a Weekend című magazin műsorunkat látják. Október 29-e péntek van. Kiállításokat és egy különleges könyvet is ajánlunk mai adásunkban. Emellett arról is szó lesz, hogyan öltöztessük őszi díszbe otthonunkat. Az adventi kitartó díszek mellett halloweeni dekor ötletekről is beszélgetünk majd. Most viszont egy közelgő kiállítással kezdünk. Nyíregyháza szívében található a Kállai gyűjtemény, ahol november 5-én nyílik tárlata a felvidéki Nagy Enzó Zoltán festőművésznek, akit most nagy szeretettel köszöntök itt a stúdióban, és hát nem érkezett egyedül, Dohanics László, a Kállai gyűjtemény vezetője is elkísérte. Úgyhogy köszöntelek titeket, fiúk, és hát nagy örömünkre szolgál, hogy egy újabb különlegességet ajánlhatunk a nyíregyházi nézőknek. Mielőtt itt az adást elkezdtük, kérdeztem Zoli tőled, hogy mikor jártál itt utoljára Nyíregyházán, vagy milyen emlékeid vannak erről a városról? Hát úgy általában átutazóba azért mindig előfordul, hogy Nyíregyházát érintjük, vagy keresztül megyünk, de nem tudom, 15 év távlatából, 20 évvel talán volt egy kiállításom is itt, édesapámnak is volt. Azt hiszem, hogy a művelődési házban volt. Na hát megvannak a gyökerek, úgyhogy erre most egy csodálatosan burjánzó növényt is oda képzelhetünk majd november 5-től, amikor is a Kállai gyűjteményben tulajdonképpen ismét a te műveidet és édesapád egykori műveit is láthatjuk. Nagyon különleges a ti sorsotok, hiszen édesapád református lelkész, te is az voltál, és ő is egy alkotóművész, irodalmár, képzőművész, tehát mondhatni azt, hogy gyakorlatilag ez egy ilyen genetikusan belétek kódolt üzenet volt, hogy a művészet az életed részévé vált. Ha így visszaemlékszel, akkor figyelted édesapád ecsetvonásait, akár vagy az irodalmi próbálgatásait gyerekkorodban? Hát azt kell, hogy mondjam, hogy én nagyon jó barátságban voltam az édesapámmal. Mondhatnám azt is, hogy az ő barátai, az ő művész barátai voltak az én barátaim is, bár én még elég, szóval a korkülönbségnek volt köztünk természetesen, de valahogy nekem mindig idősebb barátaim voltak. Úgyhogy nagyon sok, a barátainkon túl pedig nagyon sok közös dolgaink voltak. Én ugyanabba a főiskolába jártam, amiben ő, ugyanabba a szobába laktam. Ugyanazokat a városokat imádtuk, Kassát, Prágát például. És úgy gondolom, hogy az Isten kultúránk is hasonló, tehát hosszú-hosszú esti sétáink alatt rengeteget beszélgettünk, a szabadba jártunk, és úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon sok minden összekötött bennünket. Annyira összekötött bennünket, hogy érdekes mód halála után természetes, hogy megviseli az embert egy közeli hozzátartozójának, a barátjának a halála, de valahogy mégis olyan jóba van az ember ezzel a szeretett halottal, hogy minden nap velem van, és nem is tudom, hogy ilyesmit egyáltalán ki lehetne esetleg iktatni az embernek az életéből. Gyakorlatilag a mindennapjaimban ott van. És hát tulajdonképpen ezeknek a helyeknek a visszatükrözése, amiket megfestettem egy pár képen, amit majd úgy gondolom, hogy látható lesz a Kállai gyűjteményben, a kiállításon. Hát... És az édesapád művei közül miket válogattatok a mostani tárlatra? Vagy mi volt a koncepció? Édesapám a 1970-es évek elejére datálom azt az időpontot, amikor az ő úgynevezett művészi kiteljesedésének volt az igazán gyönyörű időszaka. Ez egy olyan időszakban volt, amikor abba hagyta az írást, mert mivel lelkész volt, hát nem jelentethetett meg verseket, ugye ezt az elmúlt rendszerben, és ezért inkább a képi kifejezés mód felé próbált meg tekinteni, és ebből az időszakból hoztunk el egy pár festményt, amik úgy gondolom, hogy igazán az ő benső valóját tükrözik vissza, vagy.
Laci, te ugye, mint gyűjteményszervező, nyilván abban is van némi nemű beleszólásod, hogy mik kerüljenek majd a kálai gyűjtemény falaira. Ahogy Zoli elmondta, gyakorlatilag tényleg szinte döbbenetes, hogy ugyanabban a ugyanazon a főiskolán, ugyanabban a szobában, ugyanolyan barátok között élte az életét, tehát az édesapja nyomdokain haladt folyamatosan. Ez mennyire látszik mondjuk az ecsetvonásokon? Tehát te, mint mondhatom laikus, de mégsem laikus, látsz hasonlóságot a kettőjük? Megmondom őszintén, hogy igen, mert mielőtt Zolival már felvettem volna a kapcsolatot, tehát alatta is már, amikor beszéltünk a kiállításról, mi már tavalyra szerveztük ezt a kiállítást, szerettük volna, de akkor ugye a pandémia közbeszólt, és én ezt nem akartam kiadni, így 21-re mindenféleképpen szerettük volna, mint hogy most meg is valósul ez a kiállítás. Igen, mert Zoli folyamatosan küldt át nekem a festményeket, és mi akkor elkezdtük nézni, sőt hozzátéve a meghívóra is próbáltunk olyan festményeket kiválasztani, amiben van a nyíregyházi vonatkozású is, hiszen a római katolikus székesegyház is megfestésre került, úgyhogy igen, van hasonlóság, és ennek én megmondom, hogy szinte azért is örülök, hogy az édesapjával együtt, mert korábban csak az volt, hogy Zoli kiállítási anyaga kerül megtekintésre, mert így egy kicsit teljesébe válik a Zoli és Zoli családjának, szintén egy alkotóművész embernek a közös munkássága. Úgyhogy mi ennek nagyon örültünk, és november 5-én várunk mindenkit szeretettel. Egy pár gondolat erejéig még egy kicsit tovább lépünk majd a kálai gyűjtemény jövőjét illetően. Zoli, nagyon röviden, egyébként tudom, hogy nehéz arról beszélni, hogy hogyan születik egy kép, és hogy mi zajlik egy művész lelkében, amikor megteremtődik a csoda, de neked, tehát hogyan élsz, hogyan alkotsz, mennyire vonulsz el a világtól, mennyire engeded be a mérgező dolgokat az életedbe, hogy történik mindez? Hát mondhatom azt is, hogy egy kicsit olyan manóként élem meg ezt a most már csak festéssel foglalkozó életemet. Hogy hogyan is készül egy kép? Hát ezeket a képeket tulajdonképpen kifejezetten ide készítettem erre a kiállításra. Megpróbáltam, valamikor ezt így magamban megfogalmaztam, hogy én expresszív, realisztikus képeket festek. Uh-huh. Tehát egy olyan helyszínnek a megfestését, ami látványban realisztikus, de érzésekben viszont absztrakt. Például egy olyan hely, ahol apámmal sétáltunk, vagy ahol jól éreztük magunkat, vagy ahol valamilyen történet fűződik hozzá. Tehát úgy gondoltam, hogy és most ezen a kiállításon például egy ilyen, nevezzük akkor, expresszív, realisztikus dolgoknak, még egy-egy apámtól vett gondolat, idézet is társul majd némelyik festmény alá, illetve mellé, hogy abból az érzésekből is valamit esetleg vissza tudjunk csempészni, hogy a látogató számára még jobban érthető legyen. Esetleg úgy tudnám ezt hasonlítani, mint hogy annak idején Van Gogh, ugye Virág csendéletéhez is, ugye milyen jól esett az embernek egy-egy levelét, ugye Teóhoz írt levelét elolvasni, hogy ő azt milyen lelkülettel festette. Hát valami hasonlót, nem azt mondom a hasonló, mert ez teljesen más jellegű dolog, de apám szerint nem jó, ha egy képet magyarázni kell, én viszont nagyon szeretem, hogyha egy képnek a története teljesen körül van írva, hogy az miért készült, hogy készült, és hogy így tud az ember egy komplett érzést találni ezekben a versekben. Remélem, hogy ez jó visszhangra is fog találni, és talán még akár testet is ölthet az egyik apám, nem mondom, hogy erről írott verse, mert már ugye közel 10 éve, hogy meghalt, de hogyha megmutatjuk másoknak ugye, ezeket a közös dolgainkat, akkor elmondhatjuk, hogy hát bizony csak az volt szép, amit nem egyedül láttam. Jó falat, mit mással megosztottam, ének, ha másnak dalolhattam, akit szerettem, mit neki adtam. Csak az volt az élet. Zoli, köszönjük szépen, amit mondtál, hogy minden napjaidban ott él az édesapád, most itt így halottak kapcsán, ugye sokan halottak napja kapcsán, ilyenkor gondolnak a szeretteikre, de azáltal, hogy most ezen a kiállításon tulajdonképpen tovább éltetjük az ő művészetét, azt gondolom, hogy ez az érzés, ami a te szívedben van, az a látogatókhoz is eljut majd.
Azt mondtad, hogy manóként élsz, úgyhogy asszociáltam már a karácsonyra. Ezzel kapcsolatban egy különlegesség készül, ha jól tudom, a Kálai gyűjteményben. Igen, mi 2020-ban, szintén ugye visszamenve az időbe, szerettünk volna egy adventi karácsonyi programot a Kálaiban megvalósítani. Nekem annak idején a Hubai Évával, aki a Szentendrei Karácsonyi Múzeumnak a tulajdonosa, volt egy nagy sikerű kiállításom, a 100 év karácsonya a Nyíregyháza Városházán. Évával felvettük a kapcsolatot, újra partnerre találtunk benne, illetve a város is támogatja ezen programunkat. Ez november 27-től kezdődik, minden adventi vasárnap megelőző szombaton gyermekműsorok, programok, betlehemes, néptánc bemutató, és mellette gyönyörű szép karácsonyi hangulatba világítás öltözik az épület kívül belül. Mindenkit várunk szeretettel. Köszönjük szépen. Igen, és még csak annyit zárszóként, hogy ezen a kiállítás megnyitón majd egy kis előadásnak is fültanúi lehetünk. Igen. A feleségem operaénekesnő, Abaházi Nagy Lívia, és az O mia bambino caro, az Én édes jó apácskám opera részlet fog elhangzani. Hogy egy még teljesebb legyen a... Úgyhogy várunk benneteket is szeretettel. És igazán családi lesz, azt gondolom így ettől. Köszönjük szépen. Mi is köszönjük szépen. Sok sikert kívánunk. Kedves nézők, rendhagyó időpontban Halottak napján tartják az Alszanak a halak című monodráma bemutatóját a Móri Zsigmond Színházban. A darab rendkívül érzékeny témát, a halál gyermek aggyal és szívvel való feldolgozását járja körül. A drámát a Jászai Díjas Pregice Fruzsina rendezésében Friedrich Noémi előadásában láthatja majd a közönség a Teátrum művés stúdiójában. Elhatároztam, hogy várni fogok. A parkba vezető utcán mentünk, ahol folyt egy kis patak keresztül, és most az esőtől sokkal több volt benne a víz, mint általában. És akkor azt mondta, nézd papa, a patak! Emlékszel? A patak Dániában. A duzzasztó gát. Jette, a 10 éves kislány, elveszíti 6 éves öccsét, Emilt. A veszteséggel és az elmúlással szembesülve a gyermek próbálja felfogni a felfoghatatlant. Az értelmezhetetlen gyász feldolgozását a felnőttek hallgatása, félelmei, hárításai tovább nehezítik számára. Jens Raske, Alszanak a halak című monodrámája 2012-ben elnyerte a Mülheimi Gyerekdarab Fesztivál fődíját. A művet a Móricz Zsigmond Színház színművésze Pregicer Fruzsina állítja színpadra, a főszereplő Friedrich Noémi. Mentálhigiénikusként hospice-ből akartam írni a szakdolgozatomat, de a kisfiam nagyon kicsi volt. A konzulensem nem engedte, pici gyerek mellett nem lehet ilyesmivel foglalkozni, azt mondta, de maga az egész gondolat és a téma nem engedett. Ezt követően 2014-ben édesanyám úgy ment el, hogy foghattam a kezét, tehát részesen lehettem egy valami egészen különleges, így mondanám, hogy misztériumnak. Ezt követően 2015-ben láttam egy fesztiválon, Tatabányán ezt az előadást, Szilágyi Bálint, aki fordította a darabot, rendezésében Prohászka Fanni előadásában, és azóta nem hagy békén, és ugye jött a Covid, rendkívül sok haláleset, és valami módon elkezdtem újból olvasni a darabot, és elkezdett Friedrich Noémi hangján megszólalni bennem ilyette. És nagyon köszönöm a színházamnak, hogy ezt a bizony kockázatos projektet bevállaltam, mert tudom, hogy nagyon érzékeny témát pendítek meg, de meggyőződésem, hogy beszélni kell erről, mert az összes elfojtott gyász és ezzel kapcsolatos élmény, amit az emberek szőnyeg alá söpörnek, annak nagyon rossz következményei lesznek. Egészségileg, lelkileg, érzelmileg, tehát ezt muszáj kezelnünk. Élünk és meghalunk. Ez egy része a halál az életünknek, tehát akit kicsi kora óta nem erre szocializálnak, nem erre e felé irányítanak, nem erre nevelnek, az nem jár jól. És tulajdonképpen hála a jó Istennek, hogy ez a darab Jens Ráskének a darabja megszületett 9 évvel ezelőtt, hogy ilyen emberi és felemelő módon tudja bejárni ezt az egész kérdést. És
Egy szakmai közönség is látta ezt a darabot, illetve láthatta ezt a darabot. Mi volt a visszhangja ennek, és miért tartotta fontosnak, hogy a szakma is tudjon erről a darabról? Nagyon szépen 14 ember egybehangzó véleménye az volt, hogy szükség van erre, és bátran vigyük az emberek közé, és szólítsuk meg az embereket. Nem véletlenül minden előadás után felkínálok egy beszélgetést, akinek ideje és kedve van, az maradjon, és kicsit még beszélgessünk erről a dologról. Ez egy új kezdeményezés, nagyon remélem, hogy visszhangra talál. Igazából őszintén megmondom, hogy színházilag, tehát színház szakmailag izgultam. A téma nekem nem új, és igazából azt, hogy biztonságban, elfogadható módon állítsak színpadra egy színdarabot, számomra ez volt a lehető leglényegesebb, hogy elfogadjon Noémi, elfogadjanak a munkatársak, hogy egy megnyugtató, kompakt produkciót állítsak színpadra, ami nem hosszú, nem megterhelő, és ami talán kell az embereknek. Ugye Noémi mellett szerepet kap egy gitáros, illetve egy gitárművész, gitártanár, Olajos Gábor. Olajos Gábor a kezdetektől fogva részese ennek az egész alkotási folyamatnak. Csukás István verseit nagyon-nagyon fontosnak tartom. Van itt Ratko József és Gyulai Pál is. Gábor zenei világa teljesen összefonódott és rá hangolódott az egész műre, hiszen folyamatosan végig effekteli hangszerekkel, nem csak énekel. Azért mondom, hogy ez egy olyan monodrám, aminek ő a második szereplője, hiszen együtt lélegzik Noémivel, és egy áldás, hogy ő ebbe benne van, de kezdetektől fogva őre gondoltam, mert őt sem nagyon szeretem. A mama még mindig az asztalnál ült, és maga elé bámult. Nem sírt. És még mindig nem vett észre. Nagyon nagy megtiszteltetésnek éltem meg, hogy a Fruzsi az első rendezését velem képzeli el. Innentől kezdve nem volt kérdés, hogy vállalom-e vagy nem. Majd ezek után kaptam meg az anyagot, hogy mi is az anyag. Hát egy nagyot sóhajtottam valóban, mert nem tudtam, hogy fogok megbirkózni vele. Az olvasópróbát végig sírtam, és tudtam, hogy a feladat itt pont az lesz, hogy ne érzékenyüljek el a témától. Úgyhogy a legtöbb munkám az valójában ebbe van. Hogyan zajlottak a próbafolyamatok, és milyen rendezőnek tartott Fruzsinát? Nagyon családias, intim próbáink voltak. Ketten, illetve hárman próbáltunk az asszisztenssel együtt, csak a próbafolyamat végére jött a hang, a fénybe és a személyzet. A Fruzsinát milyen rendezőnek tartom? Nagyon-nagyon örültem, hogy együtt dolgozhatunk. Nagyon kiváltságos állapot, hogy két színésznő találkozik egymással ilyen felállásba, és abszolút partnerként és társként kezelt Fruzsin ebbe a folyamatba, ami nagyon jól eső volt, nagyon megtisztelő, és egy nagy feladat is volt ezáltal. Türelmes volt, nagyon jó szeme van, nagyon tudta, hogy mikor mit mondjon és mifelé tereljen, hogy az energiáimat hogyan osszam be. Nagyon sok praktikát tanultam tőle, amit ő már az évek alatt magáévá tett, szóval nagyon-nagyon boldog és hálás vagyok, hogy ez létrejött. Szerinted miért fontos ez a darab, illetve ennek az üzenete? Szerintem ma abszolút tabuként kezeljük a halált és a halálról való beszélgetést, az átélését, a megélését. A próbafolyamat kellős közepén elveszítettük az anyósomat. Tehát a bőrömön éreztem, hogy milyen az, amikor egy pici gyerekkel ezt meg kell osztani, és ő ezt hogyan éli meg, hogyan reagálja. Nyilván egy nagyon jó dolog volt, hogy itt volt ez a darab nekem is, és egy kicsit így fejbe kólintott, hogy ne kövessem el ugyanazt a hibát, amit mindenki elkövet, hogy úgy teszünk, mintha ez nem lenne. Félünk tőle, egy félelmet gerjesztünk saját magunkba is, és ezáltal a gyerekbe is.
nagyon nagy missziónak gondolom ezt a darabot. Muszáj, hogy felnyisson szemeket, és az emberek így észrevegyék, és így a fejükhöz csapjanak, hogy tényleg, erről nem így, és nem ez szabad. Az előadásra a felnőtt nézők mellett kiskamaszokat is várnak az alkotók. A színdarab megtekintése után rendhagyó módon szakemberek által vezetett beszélgetésen is részt vehetnek a nézők. Az Alszanak a halak című monodrámát november 2-án, halottak napján láthatja először a közönség a Művész stúdióban. Még friss, ropogós és igazi hiánypótló kötetet tartok a kezemben. Egy olyan ifjúsági regényről beszélgetünk a következő percekben, amely a diabétesről szól. Bemutatója pedig november 6-án lesz Nyíregyházán. A stúdiónkhoz nem is túlságosan messze a Selfie Múzeumban. Vendégeink Link Balog Erna, a kötet szerzője, illetve a könyvírója, és Balog Zsuzsa, a Nyír Diabet Egyesület elnöke. Sziasztok, lányok! Hát egy olyan ez, mint egy születés, ugye? Egy kicsit, vagy egy szülés. De annak is most már így a könyvet a kezünkben tartva tényleg a legcsodálatosabb része, amikor elkészült egy álom, mondhatjuk ezt? Zsuzsa, egy picit arról mesélj, hogy egyáltalán hogyan jött az ötlet, miért pont Ernát kértétek föl ennek a könyvnek a megírására, mik voltak az előzményei? Szó szerint egy álom, ahogy meg is tett fogalmazva, hiszen a számunkra mindig is a kamaszok voltak nagyon fontosak az Egyesületnek. Mi 2012 óta kamasztáborokat szervezünk, ahová tényleg kimondottan csak 12 éves kortól visszük a gyerekeket. Érezzük azt, hogy a kamaszoknak nagyon fontos az elfogadás. És akkor dédelgetett álmunk volt egy olyan ifjúsági regénynek a megalkotása, amelyik nem orvosi szempontból közelíti meg ezt az egész betegséget, hanem tényleg a kamaszok szemszögéből. Azzal, hogy hogyan illeszkedik be egy diabétesz, egy szigorú étrend egy kamasznak a világába, ugyanúgy a pumpaviselésnek a dolgai, a penne való beadás, a vércukormérés, mind ezt szerettük volna egy olyan szórakoztató regényben megjeleníteni, ami nem csak az érintetteknek nagyon jó, és én azt gondolom, az elfogadásban nagyon sokat segít, hanem igaz, hogy ifjúsági regényről van szó, de azért én nagyon ajánlom a szülőknek. Én ugyebár szülői szemmel olvastam, hiszen az én lányom egyes típusú diabéteses, és én szülőként olvastam, és én nagyon ajánlom a szülőknek is, hogy olvassák el, mert nagyon sokat segít nekik is az elfogadásban, nekik is az, hogy lássák egy kicsit a kamaszok világát, és igazából mindenkinek a társadalom minden rétegének, hiszen ez egy nagyon szórakoztató ifjúsági regény. Szerelmek vannak benne, viták vannak benne, lehet rajtuk nevetni, úgyhogy mindenféleképpen nagyon-nagyon jó. Ernát kértük föl, Ernának a testvére szintén egyes típusú diabéteses, és ők kötődnek a mi egyesületünkhöz, tehát ismertük őket már korábban, Erna édesanyját, a testvérét, és tudtuk azt, hogy Erna milyen fantasztikus ember, fiatal nő, és őt kértük meg először kicsit félve, mert úgy gondoltam, hogy ki fog nevetni, és azt mondja, hogy nekem ilyenre nincs időm, meg hogy ez nincsen, úgyhogy kicsit félve, de meg ő hangon kérdeztem meg, hogy nem-e vállalná el, és ő azonnal igent mondott, és nem is volt sokat tábori, körülbelül egy hónap volt szerintem, és akkor kérdeztem, hogy nem-e jönne el velünk a táborba, és magam is meglepődtem, mert azonnal igent mondott, úgyhogy együtt töltöttük a 2020-as tábort. Mondhatjuk azt, hogy gyakorlatilag itt a fantáziád és a valóság és a megélt tapasztalatok, vagy akár a tábor emlékei adtak tulajdonképpen egy olyan realisztikus alapot, amire ráépítve ezt a regényt valóban gyakorlatilag a valóságot is tapasztalhatjuk, mind a mellett nyilván a szereplők a képzelet szülöttei? Igen, a szereplők a képzelet szülöttei, de nagyon támaszkodtam az emlékeimre, az élményeimre, a saját megéléseimre is, mind arra, amit a táborban láttam, arra a hihetetlen összefogásra és szervezettségre és gondoskodásra, amit Zsuzsáik tesznek a kamaszokért, mind pedig a saját gyerekkori élményeimre, vagy kamaszkori élményeimre. Van egy egészséges szereplője, főszereplője ennek a könyvnek, egyébként egy srác, Mornak hívják, akibe egy kicsit beleírtam magamat, ő 17 éves, én is éppen ennyi voltam, amikor a 2 éves öcsémet diagnosztizálták,
És akkor Moorhoz hasonlóan úgy éreztem, hogy hát ez nem annyira nagy dolog, hát ez csak cukorbetegség, majd nem eszik cukrot. Aztán azóta már tudom, hogy ez nem erről szól, illetve nekem is van egy majdnem 2 éves kisfiam, úgyhogy összeszorul a szívem, hogyha erre gondolok. Úgyhogy Mooron keresztül bemutattam azt, hogy nem mindenki csinál abból nagy problémát, hogy valaki cukorbeteg lesz. Lehet ezt könnyedén kezelni, szeretettel, elfogadással, odafigyeléssel. Általában ez a jellemző, vagy inkább azért tragédiának élik meg akár a szülők, akár mondjuk a kamaszok, amikor kiderül, hogy van egy betegségük. Én sokszor szoktam elmondani, hogy nehéz ez a világ, hiszen ha valaki nem tökéletes, és nem olyan, mint az Instagram sztárok, akkor már akkor szoronghat. Viszont ha van egy olyan betegsége, aminek nem 1-2 hét a gyógyulási ideje, vagy esetleg azzal együtt kell élni egész életen át, akkor ez talán tényleg még nehezebbé teszi az elfogadást, úgyhogy ha egy kicsit a normalitás oldaláról van megközelítve, és könnyedebb, vidám oldalról, akkor lehet, hogy ezzel tényleg nagyon-nagyon-nagyon sokat segítünk annak, aki mondjuk most került egy ilyen állapotba. Mutatom a nézőknek egyébként, ott vannak a cukor a színek, tehát a kis sejemcukor színek, de Zsuzsa azt mondtad, hogy maga a kék, ugye, az a diabéteses szín. Igen, a kék a diabétes színet, és kértük, hogy egy kicsit a kék azért domináljon a könyvben ezáltal. És nagyon ütős a címe, tényleg beütős, mert a címe az, amikor beüt a cukor. Ugye, hát amikor az ember ezt így meghallja, akkor rögtön elkezd asszociálni, hogy milyen ez, hogy mi szokott beütni, drogokról olvasunk, hogy akkor ugye van valamilyen fura állapot, és hát ugye tudjuk, hogy gyakorlatilag, ha nincs kezelve egy cukorbetegség, akkor akár tudatvesztést is okozhat. Sokáig gondolkodtál a címen? Nagyon sokáig gondolkodtunk a címen, ez volt a legnehezebb egyébként az egész folyamatban. Gyakorlatilag a regény kész volt, és mi még mindig nem tudtuk eldönteni, hogy mi legyen a cím, nagyon sok ötlet felmerült. Többen is dolgoztunk ezen, Zsuzsával, a lányával, Eszterrel és a kolléganőmmel, Karolinnal, és végül is úgy döntöttünk, hogy ez a cím lesz a nyerő. Annyit mondtál, Erna, hogy nagyon nehéz feladat tulajdonképpen megbízásra érni egy regényt. Igen. Ugye? Az ember sokkal többet szorong, mint amikor csak lélekből elkezd írni valamit, de hát ezt mondhatjuk, hogy tényleg egy jó születés volt, és szerencsés, hiszen mindenki elégedett. Neked milyen érzés volt kezedbe fogni, és mondjuk az egyesület tagjai mit szóltak hozzá, amikor megjelent a könyv? Habár nehéz megbízásra írni, annyira együtt rezegtünk ezzel a két nővel szerintem, hogy aztán ez a folyamat így nagyon gyorsan beindult és le is záródott. És lehet, hogy lesz folytatás? Mert az ifjúsági regények gyakorta folytatódnak is. Nem akartam folytatást, aztán Zsuzsa megemlítette, hogy mi lenne, ha volna folytatás, és elkezdett a fejemben megint beszélni az egyik főszereplő, úgyhogy elképzelhető. Akkor lehet, hogy ez a cukor újra beüt, majd minden esetre most már a könyvesboltok polcain ott van a könyv, lehet keresni, akár a közelgő ünnepek kapcsán meglepni gyerekeinket, vagy kamaszokat, vagy ők egymást, mert biztos, hogy szórakoztató és kellemes esték meg órák telnek majd a könyv olvasásával, és gondolom, hogy az egyesület is dolgozik azon, hogy minél több érintetthez eljusson. Egyértelműen, úgyhogy ők is célunk, hogy nem csak az érintettekhez, hanem mindenki máshoz, tehát a társadalom többi rétegéhez is eljusson, hiszen tényleg azt gondolom, hogy mindenkinek nagyon fontos, és én hiánypótló ifjúsági regénynek gondolom ezt a regényt. Köszönjük szépen, lányok, és gratulálunk ehhez a sikerhez, mondhatom. Köszönjük szépen. A következő rövid bejátszásban a Halloween történetéről, valamint az angol száz ünnep szimbólumáról, a faragott töklámpásról is szó lesz, ennek kapcsán pedig következő vendégemmel dekorációs ötletekről beszélgetünk. A kifejezés 1556-ban bukkant fel először, ennek terjedt el később skót változata. A Halloween szó szerinti fordításban a minden szentek előtti estét jelenti. Ősi kelta ünnepez, az Írországban és Skóciában élő törzsek ezen a napon ünnepelték az új évet, és egyszerre hódoltak a napisten és a holtak ura előtt. Egy máig fennmaradt hiedelem szerint október utolsó napján a legvékonyabb a választóvonal az élők és a holtak világa között. Az eltávozott lelkek ilyenkor kelnek útra, és addig barangolnak, amíg meg nem találják egykori lakhelyüket. Ezen az éjszakán pedig megpróbálnak visszatérni a világba.
A kelta hagyomány szerint az emberek ilyenkor eloltották házaikban a tüzet, és szellemnek öltözve parádéztak az utcákon, hogy megtévesszék és elzavarják a kóborló lelkeket. A Halloween az angol szász világban a gyerekek ünnepe is. Jelképe a kivájt töklámpás, az úgynevezett Jack lámpa. Jack a hiedelem szerint egy kicsapongó, ám annál leleményesebb kovács volt. Még az ördögöt is megviccelte úgy, hogy mikor az eljött érte, Jack felzavarta őt egy fa tetejére, majd keresztet rajzolt a fa törzsére. Így az ördög nem tudott lejönni a fáról. Jacket halála után azonban sem a mennyországba, sem a pokolba nem engedték be. Az ördög azért dobott neki egy izzó fadarabot a pokol tüzéből, hogy legalább vaksötétben ne kelljen kóborolnia az idők végezetéig. Jack beletette a mécsest egy kivájt fekete retekbe, és azóta bolyong lámpásával a mennyország és a pokol között. A kelta retket az amerikaiak változtatták tökre, amely azóta Halloween szimbólumává vált. A főként a gyermekek számára izgalmas ünnep napjainkra itthon is egyre divatosabbá vált. A Mindenszenteket megelőző nap jó alkalom lett arra, hogy ijesztő ruhákat öltsenek, és kivájt tökökből lámpásokat készítsenek. Visszatérő vendégünk Szabó Veronika, aki hasznos tippeket ad nekünk arról, hogyan varázsoljunk őszi hangulatot otthonunkban, de a közelgő halloweeni borzongáshoz is kapunk némi ihletet. Ugye Veronika a Biborka Kreatív Hobby Bolt tulajdonosa, és én nemrégiben jártam benne nálatok, hát óriási a kínálat tulajdonképpen, sőt, akinek nincs ötlete, azt gondolom, hogy nagyon sokáig el kell azon gondolkodnia, hogy ott a rengeteg dologból mi is kerüljön a kis kosárkájába, és majd mit alkosson, de azért tudtok ebben is segíteni, ugye? Hiszen hétvégenként mindig van ott valamilyen kis találkozó, meg ilyen kis workshopok. Sokan járnak amúgy? Igen, szeretnek hozzánk, vannak visszatérő workshopos, akik workshopokra járnak, vagy műhelyekre járnak hozzánk, Biborka műhelyekre járnak. Akik betérnek azért hozzánk nap, mint nap, nekik is próbálunk segíteni, tehát próbálunk, elmondják, hogy mit szeretnének, mi az elképzelés, és ahhoz segítséget adunk, hogy hol találják, mit, mivel tudnak párosítani, hogyan szeretnék a dekorációjukat, vagy az ajándékot, amit készítenek. Igen, meg hát azért nagyon sok kéz dolog is van, ahogy most is hoztál ide a stúdióba mindenféle halloweeni dolgot, illetve hát magának az ősznek a hangulatát adják vissza ezek a kiegészítők, amit szerintem mindenki szívesen elfogadna az otthonába. Például egy ilyen óriási koszorút, ha az ajtóra nem is, de az ajtó mellé kitéve úgy gondolom, hogy már öröm rápillantani. Hát a szeptemberrel tulajdonképpen elkezdődik az ősz, és a természet is átalakul, és talán nincs is ilyen színpompás évszak, mint az ősz. Bár lehet, hogy a tavasz is, csak egy kicsit más a színvilága. De én, nekem az a tapasztalatom, hogy az ősz az tényleg ezer millió színnel, és nap mint nap változó színekkel tulajdonképpen gyönyörködtet minket, hiszen az egyik bokor az egyik héten még sárga, de a következő héten már vörös lesz, úgyhogy változnak a trendek. Egyébként az évszak színeit tekintve? Az évszak színeihez egyébként most az a koszorú, amit említettél, az a kedvencünk, tehát mi is nagyon-nagyon szeretjük. Hortenzia, szárított hortenziából készült, és most a trendekhez hozzátartozik az, ami nekem egy kicsit szívmelengető, hogy inkább a természetes dolgok felé megy el a dekoráció, tehát a szállított virágok inkább, mint a selyem és a művirágok, uh-huh. Tehát inkább azok jelennek meg. Illetve a selyemvirágok is természetes színekben, tehát így nem van, ezek az nem elképzelhetetlen pinkek, igen. És nem tudom, igen, lilák. Hanem egy kicsit visszafogottabbak már, egy picit finomabb színekkel, illetve ezek a fémes, rezes színek jöttek most az ősszel, és ahogy az mint ahogy mondtad, az évszaknak megfelelően szeptember és az október között is más-más színeket látunk a természetben, úgy az évszaknak megfelelően más-más színek jelennek meg a dekorációban is. Tehát a szeptember még ez a hanga, ez a bordó, ez a kicsit rezes színek, tehát ezek jelennek meg. Úgy az október felé közeledve már megjelennek a narancssárgák, tehát a töknek az árnyalatai, a tök színének az árnyalatai, a barnásabb árnyalatok jelennek meg a dekorációban is. Igen, és ugye azt is mondtad, hogy színekben is, meg azt tapasztalom, hogy gyakorlatilag a kiegészítők is vagy természetes, vagy azt szinte 100%-ban utánzó anyagokból készülnek. Tehát már egy
selyemvirágról nem üvölt, hogy a selyemvirág. Tényleg meg kell ahhoz tapogatni, hogy az ember eldöntse, hogy ez most élő vagy nem, mert annyira valódinak tűnik mindez, és hát persze azért ahhoz kell egy esztétikai érzék, hogy úgy párosítsuk össze, hogy ne legyen túl sok, illetve tudjuk, hogy milyen anyagnak milyen tulajdonsága van, hiszen mondjuk tudom, hogy vannak például ezek a tökök, amiből most itt egy ilyen, nem is tudom ez mi, nagyon meglepően könnyed, ketté van vágva, és ugye virágok vannak benne, tehát ezt alapból akár fehér színben lehet a boltban megvásárolni. Ez egy polisztirol tök, uh-huh. amit meg lehet festeni, tehát ez könnyen vágható, könnyen kettévágható. Tehát ezt nem muszáj nem kettévágni, de itt most éppen szét van vágva, és azt töltöttük meg, ugye a tavaly évnek és az idejében is azért visszaköszönt, ez a töltött tök dekoráció, ez nagy kedvenc volt, és ezt lehet kerámiából is természetesen, tehát hogy a tetejét, csak ugye ez egy könnyedebb, így és kevésbé törékeny dekoráció. Igen, és itt most látok egy halloween-i kis ajtódíszt, és ezen is ez a polisztirol tök jelenik meg, ami jó, mert hogy nem nehéz, mert ugye sokan kitesznek egy ilyen kis öntapadós valamit az ajtóra, és hogyha ezt nagyon megterheljük, akkor bizony ezek a koszorúk lekérezkednek, és egy-két denevér, macska, meg egy tök, és már is megvan a hangulat. Egy kis bohókásabb, igen, egy kis milyen hangulat. Állatok jellemzőek inkább az őszi dekorációban? Gondolom, hogy így Halloween tájéken a természetesen macska. A macska, de magában az őszi dekorációban a sün az nélkülözhetetlen, mókus. A sünök, igen, a mókusok szintén ugyanúgy nélkülözhetetlenek. Ott a távolabbin már megjelenik a ilyen kis textil szellem. Dekoráció, nem a textil dekoráción a mókus. Aha. Egyébként még már az őzek is már ilyenkor karácsonyi beköszönteként már ősszel is az őzeket előszeretettel használjuk a dekorációban. Jó fej vagyok, szellem. Hát ez nem kifejezetten állat, a Halloweenhoz nyilván hozzátartozik. Természetesen. A Halloweenhoz mi egy picit visszafogottabb dekorációt készítünk, tehát nem ilyen nagyon koponyás és ijesztőbbet, inkább ilyen pohókásabbak készülnek nálunk, mint ez a denevérlámpás és a macskák és a különböző ilyen szelidebb változata általában. Ezekben az a jó, hogy az ember elkészíti, akár évről évre vissza lehet pakolni, vagy kicsit megbolondítani, lecserélgetni rajta egy-két dolgot, hogy ne legyen nagyon unalmas. Az elején említetted, hogy workshopok vannak, egy picit azért ajánljuk, meg hogy mennyire kell ettől félni. Valaki oda megy és azt mondja, hogy két balkezes vagyok, két ballábasin tuti, nem tudok semmit megcsinálni. Gondolom, hogy azért ott az értő, segítő szándék és a profi tanácsok mellett azért mégiscsak van sikerélménye mindenkinek. Én azt gondolom, hogy aki tőlünk elment eddig, nem ment úgy el, hogy hú, én ezt nem tudtam megcsinálni, tehát mindenki valamilyen olyan kész dologgal ment és sikerélményen, amit ő készítette. Vendégworkshopjaink lesznek, tehát vendégek jönnek hozzá, és olyan vendégeket hívtunk meg, akik tényleg profik, és nagyon segítőkészek, és jó trénerek, tehát akiknél én is jártam már, és kipróbáltam, hogy milyen náluk, megtapasztaltam, hogy milyen náluk egy workshop, olyanokat hívunk általában. Most ékszerkészítés lesz első körben, ugye most ez az epoxi gyanta, UV gyanta, és a ékszerbeton most divatosak, tehát a különböző ékszertrendekben divatosak, ezt fogjuk kipróbálni. Ezeket lehet száraz virágokkal, különböző fémes, csillogó porokkal dekorálni díszíten, tehát számtalan verziója lehetősége van. És az hogy néz ki? Bocsáss meg, hogy először a mester vagy a művész, akit meghívsz, beszél is erről, és utána együtt kezdődik el tulajdonképpen maga az alkotói folyamat? Így van, ahogy mondod. Tehát lépésről lépésre. Tehát most például a mostani workshopon el fogja mondani, hogy mit mivel érdemes használni, és mit hogyan, tehát lesz egy rövid ilyen áttekintés, uh-huh. hogy milyen alapanyagok vannak, és azt hogyan érdemes használni, és utána pedig együtt haladnak maga a készítési folyamatban, ha valaki elakad, vagy kérdése van, annak pedig ugyanúgy kis csoportok, tehát nem nagy létszámban tartjuk ezeket a workshopokat, hanem kis családias körben, és akkor lehetőség van kérdezni, vagy segít, oda megy, segít a tréner, aki tartja éppen az aktuális workshopot. Tehát ez lesz most hétvégén? Igen, két hét múlva lesz, nagyon-nagyon szeretjük, egy olasz festőművésznek lesz egy workshopja nálunk, ő Mónika Parutta,
ő egy neves tréner, és ő egy mix médiás, tehát különböző festészeti és scrapbook technikáknak az összeolvadásával fog már karácsony, előkarácsonyi dekorációkat készíteni. Illetve majd még karácsony előtt lesz egy ilyen képeslap készítő workshop is. Hát addig viszont azért tobzódjunk szerintem az őszben, úgyhogy hát javasoljuk a nézőknek, hogyha nincs ötletük, akkor garantáltan a Bíborkában kapnak segítséget, vagy akár késztermékeket is, és próbálkozzanak, mert olyan jó dolog egy picit kicsi kis hangulatot, kicsi kis színt varázsolni az otthonunkba, és néha elég egy-két dolog, és egészen más érzés lesz belépni abba az étkezőbe, vagy leülni a nappaliba, főleg ha az ember tudja, hogy a saját kezemunkája van a dekorációban. Nagyon szépen köszönjük az ajánlást, és mindenkit szeretettel várunk. Köszönjük szépen, és csodálkoztak, vagy csodálták, remélem a nézők is ezeket a szépségeket, és a többit pedig akár a boltban folytathatják majd. Köszönjük szépen. Köszönöm szépen. Kedves nézők, a Közellenség című darab sajtó bemutatóján jártunk a Móricz Zsigmond Színházban. A következő bejátszásban erről számolunk be önöknek. Aki nem iszik, zavaros! Kit érdekel, hogy innád vagy nem innád, ha nincs mit? Aki nem iszik, zavaros! Fejezd már be, nem hallod? Fejezd be! Semmi baj. Kutya bajom. Ma este debütál a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház Krudi Kamara színpadán a Közellenség című dráma. A fordulatokban és érzelmekben egyaránt gazdag, kortárs zenés darab, többek között azt az erkölcsi és létfilozófiai kérdést vizsgálja, meddig érdemes elmenni saját sérelmeink jóvátételéért. A 16. században játszódó történetet Heinrich von Kleist elbeszélése nyomán Tasnádi István írta, a nyíregyházi közönség pedig Horváth Illés rendezésében láthatja a darabot. Hozzám nagyon-nagyon közel áll, tehát én ezt a történetet akárhányszor elolvastam, minden alkalommal érzelmileg megérintett, minden alkalommal végig tudtam izgulni a történetet, újabb és újabb felfedezni valókat találtam benne, és igazából ez a legfontosabb szerintem egy alkotó szemszögéből, hogy őt magát motiválja a történet, őt magát érdekelje, feszítse belülről, hogy ezzel kezdeni kéne valamit, ezt meg kéne valósítani, és én mindig így voltam ezzel a történettel. Ezért aztán, mivel ez a legfontosabb, innentől kezdve már mindegy is, hogy mikor játszódik az, úgyis alapigazságok vannak benne megfogalmazva. Az ember, az emberi problémák, az embernek a jelleme, a személyisége, azok a gondok, amikkel az ember küzd, vagy örömök, amik érik, azok szerintem, amióta humánum van, azok ugyanazok legalábbis nagyon hasonlóak. Úgyhogy ez egy örökkérvényű felvetéseket megfogalmazó színdarab. Egyébként anakronisztikusan állítjuk ki, tehát nem korhűjelmezekben, hanem mai ruhákban főleg, úgyhogy azt gondolom, hogy a néző nagyon közel fogja érezni magához a történetet. És miért szereti ennyire? Hát ez egy jó kérdés. Maga a főhős Kolháznak a figurája, az nagyon sok olyan konfliktussal találkozik a darab során, amit én a magam életében is, hát természetesen, hogyha nem is olyan szélsőségesen, mint ahogy egy hatásos színdarabban az megvan írva, de nagyon sok olyan élménye van, nagyon sok olyan dolog éri, olyan indulatok feszítik, amik engem is életem során már többször megtaláltak. Ez az egyik. A másik meg, hogy rám tudnak hatni az ilyen hatásos történetek, hogyha az ember erről pejoratívan akar beszélni, akkor hatásvadásznak is lehet mondani, de én azért nem szeretem, amikor ezzel bélyegeznek meg egy akármilyen alkotást, mert a hatást mindenki vadásza, szóval szerintem az nem bűn, az előadás is élni fog a hatás vadászat eszközével, remélem, hogy nem lő mellé, hanem el is találja. Ez rendkívül izgalmas történet, olyan, mint egy hollywoodi forgatókönyv. Nagyon, nagyon akciódús, nagyon sok fordulat van benne, nagyon sok érzelem van benne, kötődések, férfeleség, család, gyerekek, és aztán ami a téma, ami a nehéz és amit boncolgat, az a bizonyos bosszúvágy, hogy amikor az embert súlyos igazságtalanságok érik az életében, akkor meddig ragadtathatja el magát, hogy érvényt szerezzen a saját igazának. Szóval egy nagyon bonyolult erkölcsi problémát feszeget a mű és az előadás, és szerintem ez olyan, amivel minden ember találkozhatta a hétköznapi életében, szóval van mód okulni is belőle. A darabban egy derék, becsületes, jómódú és jogkövető állampolgár vívódását láthatjuk, aki az őt ért súlyos sérelem miatt, átlépve minden határt, öntörvényű módon keresi igazát. Ez egy rendkívül tisztességes, jó állampolgár, jó családapa, jó gazda, jó kereskedő, egy tisztes polgár, aki egy tulajdonképpen apróságnak látszó ügyön annyira
fölidegesíti magát, hogy végül városokat rombol le. Egyébként van is a Kohlhaas-szindróma, ez egy létező pszichológiai jelenség, hogy valós vagy vélt ok alapján valaki teljesen elveszti a tűrőképességét, és dühöngeni kezd. Vele ez történik a darab során. Milyen volt a próba folyamat, és milyen itt Nyíregyházán dolgozni, ha jól tudom, nem játszott még itt? Próbáltam már két próba folyamatot, a Rovarok életét és a Szent Iváni Jámot, csak ugye a pandémia miatt nem lettek bemutatva. Illetve hát csak ilyen belsős bemutató volt, úgyhogy ezeket majd felújítjuk jövő év elején. Nagyon jól érzem magam, rendkívüli társulat úgy gondolom, tehát hogy kicsit azt is mondhatnám, hogy új Kaposvárnak érzem én, tehát nagyon-nagyon jó csapat. Jó vezetőség, csak jó rendezőkkel dolgoztam eddig mind a három alkalommal, szóval nagyon jól érzem magam. A próba folyamat az elég random volt, mert most már elkezdett játszani a színház, és sok színész szanaszét volt, tehát mindenki játszott, úgyhogy viszonylag nehéz volt összepakolni a próbarendet, de ennek ellenére szerintem nagyon szépen összeállt. Tehát elkészültünk. Ez egy 16. századi történet, hogyha jól tudom, és ön szerint mi az üzenete ma itt, 2021-ben? Hát azt hiszem, hogy ez, hogy az ember ne veszítse el a béketűrését, mert az sose vezet jóra. A rendkívül izgalmas és akciódús történet középpontjában álló tragikus hőst a kitaszítottság élmény és a bosszú vágy hajtja. Megszállottan ragaszkodik saját igazához, és képes bármit elkövetni, hogy annak érvényt szerezzen. Én egy ló vagyok ebben az előadásban, de nem abban a klasszikus értelemben, ugye, ahogy általában elképzeljük a mesedarabokban, hogy mindenféle jelmezekben, hanem tulajdonképpen emberi formában, emberi mi voltjában létező ló, Jószág, a Kohlhaas Mihálynak a lova vagyok, és tulajdonképpen a mi két ló szemszögéből, két ló narrálásán keresztül láthatjuk ezt a történetet majd. Mennyire különleges, mennyire nehéz megformálni ezt a lovat itt ebben a darabban? Könnyű is és nehéz is, abból a szempontból könnyű tulajdonképpen, hogy nagyon-nagyon jó a történet, nagyon-nagyon emberi a történet. Abból a szempontból nehéz nyilván, hogy nem lovat játszunk, tehát hogy nem nyerítünk, nem nyihaházunk, hanem emberek vagyunk, emberi tulajdonságokkal vagyunk felvértezve. És így, ennek a kettőnek az elegye tulajdonképpen adja ki végső soron azt a képet, azt a figurát, vagy azokat a figurákat, akiket mi hozunk. Milyen volt a próba folyamat? Bonyolult volt egyrésztről, mert a színház elkezdett most már játszani, tehát rengeteg előadás, és akkor nekünk is mindenki másnak millió más felújító próbája, vagy éppen mesedarabot játszottunk kettő délelőtt, este másikat, és akkor úgy próbáltuk összehozni a próbákat. Tehát így kevesebb idő jutott egy-egy jelenetre, vagy egy-egy gondolatra tulajdonképpen a végsőkig kipróbálni, de én azt hiszem, hogy sikerült teljes mértékig kiaknázni mindent, és hogy elmenni egészen a medence aljáig. A valós élményeket feldolgozó történetből több mint 20 dramatikus feldolgozás, továbbá opera és film is készült. Ebből is érződik, milyen érdekfeszítő, tanulságos problémakört feszeget a darab. November 5-én nyílik Vándor kiállítás a Váci Mihály Kulturális Központban. A részletekről és a közelgő programokról Mészáros Szilárd igazgatóval beszélgetünk. Szia Szilárd, jó estét! Szervusz, köszöntöm a kedves nézőket! Szent István keresztény hagyatéka, a Magyar Szent Korona vármegyéi, ez ugye a címe magának ennek a Vándor kiállításnak. Honnan érkezik a kiállítás, hová tart és hány látogató látta eddig? Utoljára Debrecenben volt ez a kiállítás, tőlünk pedig viszik tovább, ha jól emlékszem, Budapestre. Eddig egyébként ez 2020 júniusában indult ez a Vándor kiállítás Esztergomban, azóta Pécsett, Szombathelyen, Esztergomban járt, illetve amit említettem, Debrecenben. A címét elmondtad, tulajdonképpen a Szent Istváni hagyaték a 64 vármegyét ábrázolja egy-egy kép, uh-huh. És azt érdemes még tudni erről a sorozatról, hogy
monumentális kiállítás egyébként, nagy képek, tehát ezek 170x120 cm-es képek, azért azok nem kicsik, ugye, hanem akkora, mint én vagyok magasságban. Igen. Ebből van 64 darab. Kovács Anton, ungvári születésű, magyar felmenőkkel rendelkező festőművész alkotta ezeket a festményeket, és kb. 2 évig járta a vármegyéket. Tehát elment minden helyszínre, hogy ihletet kapjon, és minden egyes vármegyéről így készült el ez a egy-egy kép, így összeállt a sorozat 64 kép, és ezt a Kárpátaljai Szövetség fölkarolta. Engem, mikor megkerestek éppen Debrecenben, a Költségközpontban volt egyébként ez a kiállítás, és megbeszéltük, hogy utána idejön, november 5-én 11 óra 30 perckor fogjuk megnyitni. Azt hiszem, hogy nagyon sok kuriózum volt már a Kulturális Központ életében, na ez az egyik lesz, és ha minden igaz, megtisztel bennünket Grezsa István miniszteri biztos, itt lesz Kocsis Fülöp a görögkatolikus egyháztól, dr. Úrik Attila a polgármester úr fogja megnyitni, és nagyon neves alkotók is hozzá fognak szólni, úgyhogy úgy gondolom megadjuk a módját, a rangját ennek a kiállításnak. Én is nagyon kíváncsian várom, hogy milyen lesz a fogadtatása, mert ahogy tájékozottunk, eddig minden városban nagyon pozitívan fogadták, és nagyon több ezeren látták már ezt a kiállítást. Hát, ahogy így elképzelem, hogy 64 darab ilyen grandiózus kép, akárhol nem is lehet kiállítani, mert nyilván ehhez kell felület. Ez hogy lesz a Kulturális Központban? Hány szintet foglalnak majd el a képek? Hát azért a Kulturális Központnak például van egy nagy aulája, ahol azért nemzetközi ásványbőrzétől kezdve nagyon sok komoly kiállítást szerveztünk, tehát az abban elegendő lesz a tér. Meg fogjuk oldani, elegendő a tér, vannak paraványaink, ki lesz használva, az biztos a tér. Én mondom, én is nagyon kíváncsian várom, mert talán ekkora darabszámú és ekkora nagyságú kép még nem is volt a felújított tagórában sem. Én biztos vagyok benne, hogy egy üres színfolt lesz ez a kiállítás az életünkben. Igen, úgy el tudom képzelni, hogy nyilván így a paravánokkal akár egy szinten, tehát ez berendezhető, de mivel akkora grandiózus képekről van szó, akár egy, tehát úgy is el tudom képzelni, hogy csak egy-egy kép van egy-egy falon, tehát akár az egész házat is megtölthetné nyilván, de nyilván egy kiállítás szervezése az egy szakma, úgyhogy ezt jobban tudják azok, akik megfogják oldani, majd megnézzük. Megfogják. Hát mindenkit erre biztatok, nézze meg, biztos nagyon szép lesz. És meddig látható egyébként a kiállítás? December 2-ig tart, mert utána, ebben nem vagyok teljesen biztos, de utána már viszik a következő helyszínre, talán Budapest, de most ezzel nem, tényleg nem vagyok benne biztos, de hát közel egy hónapig itt megtekinthető látható. Ez a kiállítás, ugye, és ezt mindenki tudja, hogy a Kulturális Központ kiállításai ingyenesek, tehát lehet látogatni, illetve védettségigazolvány se kell, tehát bárki bejön, és ha eljön egy rendezvényre, vagy csak azért, hogy ezt a kiállítást nézze meg, befárad hozzánk, és akkor láthat egy ilyen csodaszép dolgot, azt gondolom. És hát nagyon sok olyan rendezvényetek van, ami meg nagyon népszerű, úgyhogy sokan látogatják, tehát akkor nyilván a kiállításba is bele fognak futni majd sokan. Hát közelegnek lassan ugye az ünnepek, meg az ősz kapcsán, bár most még jó idő van, de azért az ordidő is szerintem vonzó olyan szempontból, mármint jó cél lehet egy kulturális központ és egy program, hogy egy kicsit beülni, melegedni, és a szívünket is melengetni egy kulturális programmal. Nagyon szépen fogalmaztál, igen. Én is úgy gondolom, hogy nem csak melegedni, hanem a feltöltekezni, tehát kultúrával töltekezni, akik szeretik az ilyesmit, és hát bízom benne, hogy nyíregyháziak szeretik, meg ezt tapasztaljuk, azokat is teljesen, természetesen nagy szeretettel várjuk. Például elindítjuk most a családi matinéinkat, november 14-én Budapestről érkezik hozzánk a Pódium Színház, a Ludas Matyi című zenés mesejátékkal, hát bízom benne, hogy a családok a gyerekek körében nagy népszerűségnek fog örvendezni ez a rendezvényük is, tehát november 14-11 óra, de 10 órától már kézműves foglalkozással várjuk a kedves érdeklődőket. És hogy egy picit ugye nagyobb bacskákhoz is szóljak, folytatjuk a koncert, illetve színház sorozatainkat is. November 25-én a Black Comedy rövid zárlat címmel egy nagyszerű vígjáték lesz a Kulturális Központ színpadán, a Veresegy Színház előadásában.
Krajnik Balogh Gábor, Csonka András, Csáki Edina, Kerekes József, tehát nagyon népszerű színművészek főszereplésével várjuk a kedves látogatókat, illetve hát évek óta dédelgetett álmunk volt, hogy a Neotont együttest valamilyen úton módon hozzuk el a Kulturális Központ színpadára. Most ez sikerült, november 27-én Angyalmadár címmel egy adventi karácsonyi műsorral fognak kedveskedni, tehát itt lesz Csepregi Éva, Végvári Ádám és a Neoton sztárjai. November 27-én ezekre a rendezvényekre is szeretettel várunk mindenkit, már a helyeiket biztosíthatják, akár a helyszínen meg lehet váltani a jegyeket, vagy pedig a jegy.hu-n is rendelkezésre állunk. Hát úgy gondolom, hogy akkor van kínálat bőven, és a honlapot pedig érdemes figyelni, hogy nehogy lemaradjunk valamilyen rendezvényről, vagy egy rapid randiról, vagy bármiről. Így van, az is lesz, rapid randink is lesz, elmetorna is lesz, Szépkorak Akadémiája is lesz minden héten, úgyhogy érdeklődjenek, nézzék a honlapot, és akkor nem maradnak le semmiről. Köszönjük szépen. Én köszönöm szépen a meghívást. Kedves nézők, mi pedig köszönjük a megtisztelő figyelmüket. Hétvégén, halottak napján és minden szentekkor is nagyon kellemes idő lesz, úgyhogy aki útra kér, annak balesetmentes vezetést és megérkezést, és tartsanak velünk a jövő héten is. Minden jót kívánunk, viszontlátásra!